Esős szép tavaszi napot, na most ezzel a 10 gen Civic-kel fogunk foglalkozni. Erről még nem csináltam hosszabban motorrevíziós videót, csak egy pár rövidebbet, és elpróbálom nektek egyben megmutatni, hogy hogyan néz ki egy 100.000 kilométeres nagyszerviz ezen. És akkor íme az L15BA kódú motorunk, ebbe az autóba ez egy kitűnő választás, sokkal jobban kedvelem, mint az 1000-es turbós motort ebbe. 4 henger, turbófeltöltő, vétekszelep, minden, ami kell, az van benne, jól is megy, dinamikus is vele az autó, értelmesen is fogyaszt. De nézzük, mit kell vele 100.000 kilométernél csinálni. Fog majd kapni az autó egy szelephézagbeállítást, mert ennek is ugyanúgy szelephézagot kell beállítani. Gyertyákat elvileg meg kicserélték benne, gyakorlatban ráérne ugye most 100.000 kilométernél kicserélni. Ilyenkor nagyon fontos, ez az a PCV cső, amiről szoktunk beszélni. Tehát itt lehet látni, onnan megy át szépen ide, ebbe kartelgáz megy vissza, és nem szokta kibírni általában ezt a 130-140 ezer kilométert, ugye én 100 ezer kilométer környékénél kiszoktam automatikusan cserélni, ez szokott kirepedni, kivág, úgy néz ki, mint amíg kiszakadt teljesen, mint ki lenne vágva, szóval ezt ki kell cserélni ilyenkor mindenképpen, de ezen már előre kicserélte a tulaj. Belekukkantunk majd egy kicsit a szívórendszerbe kamerával, megnézzük, hogy a szelepek milyen állapotban vannak. Kap majd az autó egy üzemanyagszűrőcserét, úgyhogy az üzemanyagszűrőcsere ugye majd bent lesz egészen ugye hátul. Kapja majd a szokásos szervizt mellé, meg egy picit így megszeretgetjük az autót, kezdjünk is bele.
Szelephézak beállítás, folytószáv takarítás megtörtént, mehet vissza a szelepfedél, mehetnek vissza a gyertyák, ugye ebbe kivettem, megnéztem, valóban nem régen cserélték a gyertyákat, amúgy ugye most kapna ugye új gyújtógyertyákat, és össze lehet rakni ezt a részét a motornak kompletten. És akkor a motorrevízió része elkészült, de van még rajta egy pár feladat, többek között ugye fékfolyadékcsere, kuplungfolyadékcsere, váltóolajcsere. A váltóolajat én majd azon a csavaron keresztül fogom betölteni, illetve a kuplungfolyadéknak a cseréje is meg fog most történni ugye ezzel a berendezésnek a segítségével. Ott van lent az alsó kuplung munkahengerünk, az lesz ott az. Felső töltés, alsó elszívás fogok neki végezni. Így ez szépen rámegy a légtanítőre, közben a munkahengert én folyamatosan nyomkodom, hogy a teljes működési tartományban ki tudjuk benne cserélni a folyadékot, ide pedig felülre ugye folyamatosan pótolni kell a fék folyadékot. Ennek az autónak ugye már a fék és kuplung folyadék tartálya egyben van, ugye régebben ugye volt egy külön pici tartály, az volt csak a kuplung folyadék, ez meg csak a fék folyadék volt, most már újra egyben van. De az nem azt jelenti, hogy nem kell ugyanúgy lecserélni, nem csak a féknél, hanem a kuplungnál is ugyanúgy a folyadékot be tud ez is teljesen algásodni, és tönkre tudja tenni a kuplung hidraulika rendszert. Olyankor ki kell venni az egészet, vagy munkahengereket kell cserélni, vagy csak kimosni, kiultrahangozni, de ennél még valószínű elég lesz csak egy kuplung és fékfolyadék csere, amit egyébként 2-3 évente kéne megcsinálni. Na, úgyhogy ennek ugorjunk most neki, ez a következő. Ilyen trutyi jön ki belőle. Az áttetsző tiszta fékfolyadék helyett. Ezt addig kell csinálni, még nem jön ki újra szép tiszta fékfolyadék. Ilyen tiszta. Közben még egy ilyen is tud egyébként meglepetést okozni, hogy le kell venni egy alsó burkolatot. Előttünk szervizelő kollégának nem sikerült 2 darab csavart kitekerni, vagy betekerni, inkább letépte így az egész haspáncélt. Ebből meg kiszeregette a menetet, úgyhogy most muszáj vagyok újra fúrni a meneteket is rajta, de meg lehet szépen oldani. Egyébként meg ha ezek így eltörögetnek, így, ezek a patentok, amik alul vannak, meg ez, akkor nem kell tőle megijedni, lehet rendelni így kompletten készen. Egy csomag ilyen vackot, és az így megvan rajta minden. Nem is olyan drága dolog, csak tartani kéne egyet polcon, úgy gondolom, egy márka szerviznek főleg, de mindegy. Ezeket szépen megcsinálgatom, aztán folytassuk. Megpróbálom majd vissza egyengedni, ha már ez így sikerült. Kék kuplung folyadékcsere készen van, váltóolaj leengedve, váltóolajnak a feltöltője ki van tekerve, és akkor mehet bele a váltóolaj. Meg lehet egyébként töltsérezni is, hát akinek van ilyen hosszú töltsére, az megtöltsérezheti. Én nem azt szoktam, hanem a váltóolaj betöltőt szoktam hozzá használni. Természetesen Honda MTF3-at fog kapni az autó, ugye ebbe ezt kell, 2 litert kell beletenni, ebbe beleöntjük, és akkor onnan át lehet bele pompálni. Akkor egy motortérben el is készültünk, majd még egy motortéri takarítás van még hátra. Közben megkapta persze ugye a szervizt is, az autónon alacsere szervizt. Most pedig mehetünk befele hátra, cserélünk még egy üzemanyagszűrőt is.
És ezzel el is készült a paripa. Még egy picit ugye visszatakarítom a motorteret, megkapja a diagnosztikai alapbeállítást, így itt kipróbáljuk, és utána lehet visszaadni a tulajnak. Ne ez a nagyszerviz.